Mindig viccintesi a kérdében. Nem értjük meg, hogy ha úgy videózom, hogy széletség, az egész itt az, mindig úgy. Na csajszikám, talán egyik legkörnyebb lovasunk vagy, ugye? Hopp, figyeld! Megsugrik, megrobott. Most, hogy ne legyen olyan unalmas a lovaskának, megyünk egy kis homokkercét, jó? És utána meg a kis homokon elindulunk egy vadát. Mester, kimentek gyorsan is a kendőjét? Hát ilyen szélben, amit kapszál, mert szórás tudom. Meg kell töröltem, kijöttek a könnyeim. Meg el volt az a maradva a végén már nagyon. Hát igen. A kicsi körben legyünk egy kendőjét. Jó kis homok, várjál, hogy miért elkapjuk. Szépen ilyenkor hosszabb szára veszek, és már gondolkodsz a melón. A meló lesz, nem a kicsi megyünk, de elúdunk egy kicsit. Tehát már helyből megyünk egy jobb tempót, szépen gyerünk, ráfosnak egyenekben, mint ott főszalasz egy pincet, hogy szikrázzon a talaj. Füstöljön, mint alikával, így van, füstöljön. Tehát elindulunk, lépés, úgy, szépen összefogtam. Már egy picit, hat hosszú szára, és akkor hagyd nézem, nagyon hosszú vagy, mivel nyugodtan. Hagy hosszú szára, és akkor szépen hogy fogod ezt elnézni. Rövidebbre fogadod már ágyulok, mint amit múltkor tanultuk kb. Igen. Igen, akkor na majd tudsz engedni. Azt tudjuk, hogy ha fel elrúgatunk. Erő. Ez csak kis vonat lesz. Ez a célig olyan 1400 méter. A cél. Yo,